63-ban szereltem le, és akkor rendes diákja lettem a Tartui Egyetemnek. Itt tanultam 1967-ig. Még maradt volna egy év, ez alatt az év alatt a prágai Károly Egyetemen kellett volna folytatni tanulmányaimat, de megkerestek Ungvárról, az akkor induló magyar tanszék vezetője, Lizenec professzor úr felkínálta, hogy jöjjek Ungvárra. Minden idegszálom Kárpátaljához, a kárpátai magyarsághoz köt, és így lemondtam Prágát, hazajöttem. Így lettem 1967-ben az Ungvári Egyetem magyar tanszékének a tanára. Én korábban nyelvészként indultam, 76-ban viszont irodalmárra kényszerítettek, hogy legyek. Régi magyar irodalom és folklort tanítottam. Nem volt nagy nehézség, hisz a folklort addig is a magaménak éreztem, hisz a magyarság szempontjából ez volt a legfontosabb tantárgy. Ennek keretén belül tudtam beszélni Erdélyről, a székelyekről, csángókról, a délvidéki magyarokról, a szlovákiai magyarokról, és így tovább. Nem a karriervágy vitt az egyetemre, viszont szerettem a gyerekeket. És bátran elmondhatom, hogy engem is szerettek. Egy év alatt létrehoztunk egy magyar népi együttest, volt egy kórusunk, egy lánykamarakórus, férfi kamarakórus, tánckar és egy zenekarunk, ahol még cimbalmot is szereztünk. És ezzel jártuk Kárpátalját. Óriási sikerünk volt. Mikor Zápszonyba felléptünk és a férfi kamarakórusunk elénekelte a Kossuth Lajos azt üzente, ott felállt az egész terem, és együtt énekelte velünk úgy, hogy rezgett az épület. Nem szerveztük, ez egy spontán magától jött. De még nem értünk haza, már otthon tudták, és ezzel az ürüggyel kikezdtek. A megalakulás összefügg az akkor kibontakozó átalakítással, amely Gorbacsov nevéhez fűződik. Tehát valami enyhülést éreztünk a politikai életbe, mozogni kezdtek különböző irányzatú, serénykedő emberek, és felmerült a kérdés, hogy nem kellene nekünk, magyaroknak is létrehoznunk egy magyar szervezetet. Ezt a nekünk magyaroknak is ez azért mondom, mert akkor indult meg Ukrajna szerte az ukrán Shevchenko nevét viselő anyanyelvi társaság szervezése. Az alakuló ülésre itt Ungváron meghívtak minket és a magyarság néhány képviselőjét, és ott született az ötlet, hogy ehhez hasonlóan mi is megalakítjuk saját szervezetünket. Ott ezen az alakuló ülésén az ukrán Shevchenko társaságnak én ezt be is jelentettem. Ekkor kezdődött az igazi előkészítő munka, és a különböző, sokszor ellentétes nézetek ütközése, ütköztetése. A hatalom már látta, hogy nem tudja megakadályozni egy magyar szervezet létrehozását, de mindenáron szerette volna az uszájába fogni ezt a megalakuló új magyar szövetséget. Nem sokkal a megalakulásunk után, de még valahogyan pórázon voltunk tartva, a párt, az állami hatalmi szervek úgy figyelték minden ténykedésünket, mindenbe beleszóltak, nem beszélek arról, hogy az alapszabályunkat több mint egy fél éven át dolgoztuk számtalanszor át, mert minden szóba belekötöttek. Így jutottunk el a mába, amikor minket már nem lehet dróton rángatni, és büszkén mondhatom, hogy a KMKS ma Kárpátalja meghatározó politikai erejévé vált, és
számolnak. Vele a hatalom képviselő is. Mi megpróbálunk mindent annak érdekében elkövetni, tenni, hogy itt maradásra késztessük az embereket. Ezt mi minden fórumon megtesszük, hisz mondjuk, hogy ez a föld a miénk, mi itthon vagyunk, és feladatunk, hogy itt megteremtsük azokat a körülményeket, hogy valóban itthon érezhessük magunkat, emberi módon éljünk, nem másodrendű állampolgáraiként annak az országnak, amelynek állampolgárai vagyunk. Sajnos ez a rettenetes gazdasági helyzet, amikor az emberek megélhetése is kérdéses, sokakat csábít a vastagabb szelet kenyér, a vastagabb vaj a kenyeren, a hosszabb forint, és sokan elmennek. Mit tudunk miért itt ezzel szemben felkínálni? Csak riadót tudunk fújni. Az embereknek a lelkiismeretéhez szólni. Itt kell maradnunk, nem szabad feladni ezt a földet. Meg kell őriznünk. És ha összefogunk, együtt leszünk, érezve egymást, akkor talán meg tudjuk teremteni azt, amiről az előbb beszéltem, hogy ne kelljen innen elmenni. Mert kolbászt mi nem tudunk osztani, kenyeret nem tudunk adni az embereknek. De hitet igen!